A zeneiskola sincs egyszerű helyzetben a járványhelyzet idején. Csak nem egy hete digitális oktatás formájában tudnak foglalkozni a zenetanárok a középiskolásokkal és a felnőttekkel. Az általános iskoláskorú gyermekekkel a személyes találkozás egyelőre megoldott. Nagyon nehéz, de fel voltunk rá készülve, mondta a Híradónak Barát Adrián, a zeneiskola igazgatója. A márciusi időszak beívódott a zenetanárok életébe, így az átállás könnyebb volt, mint akkor. Órarendszerűen zajlik az oktatás most is, a tanárok végzik a dolgukat, életkortól függően, vagy digitálisan, vagy személyesen tanítanak. Barát Adrián megjegyezte, a néptáncosok, balettosok oktatása ebben az időszakban még nehezebb. Itt pont a gyerekek találták azt ki, a fiatalok, hogy hát tényleg legyen az, hogy ők becsatlakoznak az órákra. Tehát van egy személyes óra, ugye van egy csoport, mert sokan vannak úgy, hogy általános iskolások is vannak, meg gimnazisták is egy osztályban. Ugye most a gimnazisták otthon vannak, de online becsatlakozhatnak, és szerintem az egy nagyon jó ötlet. Tehát az, hogy ők segítenek nekünk. Ami még nagyon nehéz, hogy ugye mi térítési díjjal működünk, tehát itt a szülőknek meg kell fizetni úgymond a szolgáltatás egy részét, és hát azért vannak szülők, akiknek ez nem tetszik, tehát én itt szeretném megköszönni a minden szülőnek a támogatását, tehát ezt nem mi találtuk ki, de ugye kénytelenek vagyunk mindent megtenni az egészség érdekében. Reméljük, hogy hamar vége lesz ennek az egész időszaknak, és akkor ugyanúgy zajlik minden tovább.